Jó reggelt, sziasztok! Nem tudom, 9:40-kor egyébként illik még jó reggeltet köszönni? Na mindegy, jó reggelt! Arra gondoltam, hogy megmutatnám nektek egy vasárnapomat, hogy nagyjából hogy néz ki. A reggelből már láthatatok egy picike szösszenetet, minden vasárnap reggelem nagyjából így indul, hogy elrakom a ruhákat, ami össze van hajtogatva, esetleg ott maradt szombatról, vagy elmosogatok, elpakolom a tisztelédényeket. Most a férjem nincs itthon, elment autót mosni, tankolni, átvesz nekem egy csomagot, amit megmutatok nektek, bár semmi érdekesség nincs benne. Illetve elvileg beszalad a Pepkóba, hogy vegyen itthon a gyertyát, mert hogy egyfajta gyertya van, amit nagyon-nagyon szeretünk, de arra gondoltam, hogy nem ok nélkül ülök itt. Sokszor felmerült kérdésként egyébként, hogy mi milyen vitaminokat szedünk, és itt a nappali bútorban tárolom amúgy a gyógyszereinket, vitaminjainkat, és itt van egy kis fiókba elrejtve mindenféle jó. Úgyhogy arra gondoltam, hogy megmutatnám nektek azokat a vitaminokat, amiket mi napi szinten szedünk, hogy megőrizzük az egészségünket. Bár ez jelenleg nem igaz, mert a férjem náthás, én nekem meg, ahogy érzem, most kezd kijönni, úgyhogy nagyon-nagyon jó. Nos, rögtön az első, az egy ilyen penis multivitamin, narancs ízű, ezt nagyon-nagyon szereti a férjem, ez amúgy az övé, már a második ilyen kis tégelyt fogyassza, 20 darab van benne, és ő egyébként ezzel szokta bevenni a többi vitamint is, úgyhogy majd ezt hozok neki mindjárt pohár vizet, és teszek bele neki egy ilyen pezsgő tablettet, mert hogy ez az. Én szoktam még tőzeg áfonya kivonatot szedni, ez 800 mg-os, ebből napi 2 az ajánlott, én egyet szoktam bevenni, mert hogy ha nagyon oda tudok erre figyelni, akkor én szeptembertől március-áprilisig folyamatosan szedem, de egyébként ezt lehet szedni egész éven át. Ez segít, hogy ne fász fel annyira, és ez kifejezetten egyébként szerintem nőknek van, legalábbis nekem azt mondták, de nekem ezt egyébként kifejezetten felfázás ellen ajánlották, és azóta szedem, ez 100 darabos, úgyhogy sokáig elég.
Amit szoktunk még szedni, az D-vitamin, ez elengedhetetlen. Ebből egyet szoktunk napi szinten, úgyhogy ebből teszek magamnak is, meg ide a férjem pakjába is. És igen, a D-vitamin az egyébként elengedhetetlen szerintem, pláne így a téli időszakban. Ezt már nagyon-nagyon korán amúgy én hozzá szoktam adagolni. Nyáron nem szoktunk annyira szedni, mert hát nyilván akkor ugye kapsz természetes D-vitamin. Most amúgy próbálnám ezt így letépni, nem fog összejönni, hagyjuk. Szóval igen, D-vitamin szoktunk még szedni. Amit szoktunk szedni, az C-vitamin természetesen. Ez 1000 mg-os, és ebből kettőt szoktunk bevenni napi szinten. Nyugodtan lehet a C-vitaminból így a téli időszakban akár 2, akár 3000 mg-ot is szedni. Nem tudjátok ezt túladagolni, nem kell tőle megijedni. Én is nagyon-nagyon féltem, hogy ezt így túl lehet adagolni, de képzeljétek el, hogy magának Szent Györgyinek az özvegye nyilatkozta egy interjúban egyszer, hogy ő neki a napi átlag C-vitamin bevitele az ilyen 10-12 ezer milligram, és nagyon-nagyon durva, vissza is kerestem azt az interjút, nekem ezt egy volt kolléganőm ajánlotta. A férjemnek ebben most hármat fogok kitenni, mert ő náthás, úgyhogy neki extrén kell a C-vitamin, és ahogy látom, az el is fog fogyni, úgyhogy ezt fel kell írni a bevásárló listára. Akkor, amit még szoktunk, az magnézium, ez 250 mg-os. Magnéziumból összességében az ilyen 500 mg lenne a normál. Én maradok most a 250-nél. Én ezt időszakosan szoktam szedni, azt úgy szoktam csinálni, vagy időszakosan kúra szedjem, mert hogy viszont a magnéziumot én úgy tudom, hogy ez túl tudja hajtani a vesét, hogyha én ebben jó vagyok, hogyha én ezt jól tudom. Úgyhogy én ezt úgy szoktam csinálni, hogy általánosabban egy hónapig szedem folyamatosan, és akkor mondjuk egy vagy másfél hét szünetet tartok, és akkor utána állok vissza rá, úgyhogy ebből is kaptunk mindketten. Amiből csak én kapok, az a Herbers-nek a rágó tablettája, hajvitaminja. Én ezt nagyon-nagyon szeretem, bár el fog fonni, úgyhogy lehet újra kéne majd rendelnem. Tehát nem lehet, sőt, biztos, hogy újra kell. Illetve, amivel mostanában egészítettük ki a vitamin készletünket, az a vas. Nekem kéne egyébként még forsavat szednem, abból még keresem a tökéleteset, illetve kollagént, ezt már sokszor említettem nektek, hogy azt szeretném még így a mindennapi rutinomba beilleszteni. De igen, igazából mindenből kap mindenki. Én úgy tudom tényleg, hogy a tőzegáfony az kifejezetten nőknek való. Vagy hát nekik ajánlják elsősorban, úgyhogy ebből én nem szoktam adni a férjemnek, de eddig nem is panaszkodott, hogy nem kapott. A vas tablettát nem szereti már, mint ezt a picike kis tablettát, mert hogy ezt valamilyen nagyon nehezen nyeri le. De igen, ezeket szoktuk így a napi szinten szedni, illetve mivel én nagyon gyomorsavas vagyok, nekem ezt doktornéni írta fel egyébként, még van itthon sablekötő nekem, hogyha szükség lenne rá, de ezt nem minden nap szoktam, csak amikor tényleg nagyon szükségét érzem most már. Úgyhogy így néz ki a napi vitamin bevitelünk, és ezt most én szépen itt elfogyasztom, jó sok vízzel, folyadékkal, és akkor majd megmutatom, hogy hogyan telik egy vasárnap. Már egyébként beszéltem arról a híres neves gyertyáról, akkor hadd mutassam meg nektek így egy pár másodperc erejéig. Ezt a kis dekorációt én az egyik előző videómba alkottam ide, ez így megszületett a fejemben, és az nekem nagyon-nagyon tetszik itt a dohányzóasztal közepén, és van itt egy ilyen picike nyuszika egyébként, és maga a gyertya az a Pepco-ból, jaj, de jól fénylik, Istenem, de szeretem, ez az Aromatherapy Premium Edition, és ennek van egy ilyen pálcikás illatosítója is, ez fantasztikus, egyébként ennek konkrétan vanília illata van, szóval ennek is egyébként tök ugyanolyan illata van. Szóval ez egy három kanócos gyertya, és ahogy láthatjátok, gyönyörű szépen le tud égni körbe, tehát nem marad így foltos. Én mindig megvárom, hogy rendesen kiér a szélére, és olvat lesz a viasz, és akkor tényleg nem fog így megmaradni nektek a peremén. Az utolsó cseppig el szoktam égetni, ez már szerintem a negyedik vagy az ötödik ilyen kis tégely, úgyhogy remélem talál ilyent, és nagyon-nagyon kedvező ára van,
1550 forint, bár tény és való, hogyha én ezt elkezdem égetni, én ezt 3 nap alatt elhasználom, de ez egy nagyon-nagyon jó minőségű gyertya a Pepco-ból, gyönyörű szépen ég, az illata fantasztikus, az egész lakás beteríti, úgyhogy ha van kedvetek, akkor lessétek meg őt, és hozzá ez a vaníliás, kifejezetten vaníliás pácikás illatosító szerintem meg olyan fantasztikus kombót alkot, ez egyébként 1900 forint volt, nem tudom meddig lesz elég, nekem amúgy egy hete van itt így, és még van benne bőven, mert amúgy figyelgetem. Úgyhogy ez az én kis itthoni jó illattitkom, nagyon-nagyon szeretem, és egyébként így, aki átszokott hozzánk jönni, és mondjuk így érzi ezt a gyertyát, az eddig mindig megdicsért, hogy milyen jó illat van. Úgyhogy igen, ő egy ilyen kis must have a Pepco-ból. Lessétek meg! Nem tudom, hogy láttok-e, mert odakin eléggé borongos az idő, de a Dani azt mondta amúgy, hogy jó idő van, szóval nagyon csalóka. Megjött az e-optikás rendelésem. Nem tudom, hogy miért mutatom meg, mert amúgy csak kontaktlencse van benne. De ez is szokott így néha felmerülni Instán kérdések között, hogy milyen kontaktlencsét hordok, stb. És én minden igaz, ha jót rendeltem újra, mert mostanában csak újra szoktam rendelni, akkor fél évre elegendő kontaktlencsét rendeltem, igen. És én kezdetek kezdete óta ezt az Air Optics nevezetű Hydroglade nevezetűt használom. Nem vagyok az angol kiejtésben annyira pro, ezt már úgyis észrevettétek. Az angolom nagyon érdekes, nagyon-nagyon sok mindent megértek, imádok angolul videókat nézni. Fejbe amúgy tök jó, ki tudom mondani, tényleg, picit félretéve, de ha így élesbe kell használni, akkor nagyon-nagyon erős akcentusom van, de ez hidroglid egyébként. Szóval én ezt a fajtát használom, és a bal szemem az -1,75-ös, míg a jobb szemem az -1-es, és idén szeretném újra megnézetni a szememet, sajnos tavaly elhanyagoltam. Tavaly előtt voltam utoljára, és azt ugye tudnotok kell, hogy egy október a látás hónapja, ilyenkor általában a vizsgálatok is ingyenesek, nagyon-nagyon sok kedvezmény van szemüvegre, kontaktlencsékre, nem akarom elhúzni októberig, ezt csak így érdekességként mondom, hogy ha mondjuk úgy érzed, hogy van egy kis gond a szemeddel, de nem kell napi szinten szemüveget használnod, vagy kontaktlencsét, vagy bármit, akkor most azt mondom, hogy októberig nyugodtan tudsz várni, és akkor ingyenesen meg tudod vizsgáltatni. Én ezt a fajtát használom. Ez a fél éves adag nekem, szállítási költséggel mindennel együtt, ez 19.180 forint volt. Emelkedett ez is, már azt hiszem utoljára ilyen 16-17 ér rendeltem, előtte meg ilyen 15 ér, szóval azért fokozatosan emelkedik, de ez még mindig megfizethető. És nagyon-nagyon jó. Ez havi lencse egyébként. Én a napit nem szeretem. Az éjjel-nappalitól rettegek. Most takarítottam, és pókálós a fal. Na mindegy. Az éjjel-nappalitól rettegek, hát ha így begyullad a szemem, mert hogy vannak olyan kontaktlencsék, amiket bennhagyhatsz éjszakára, én soha nem próbáltam. Én ezt próbáltam először, és ennél is maradtam. Ezt nagyon-nagyon szeretem. Általában úgy szoktam csinálni, hogy nekem valahogy úgy alakult ki, hogy 10-től 10-ig szokott egy ilyen lencset tartani, így alakítottam ki igazából. Volt olyan, hogy 1-2 napot ráhúztam, nem volt belőle semmi probléma, de azért így az utolsó fél hét, egy hétnél már szoktam érezni, hogy picit könnyebben szárad ki a szemem, és sokkal megviseltebb, úgyhogy igen, én ezt a fajtát használom, és most már sokadik alkalommal, hogy az e-optikáról rendelem egyébként, ez nem reklám, kérdés ne essék, csak így szerettem volna megosztani veletek. Ha a Kapuvár és környéki vagy, akkor nagyon-nagyon tudom ajánlani, mert csomagpontokra is szállítanak, illetve ezt nem csak így a környéken, bárhova országszerte szállítanak csomagpontra, ami tök jó, mert én vasárnap rendeltem, és elsőjén már a Fox Post automatában volt,
és ötödikéig tudtam így átvenni. Hát ma nem ötödike, de ma ötödike van amúgy. Igen, szóval most véletlenül így elhúztam így a végéig, de egyébként már aznap át szoktam menni általában, szóval a szállítás is nagyon-nagyon gyors. Most még egy dologra vagyok kíváncsi, ez teljesen más egyébként, tehát hogy ettől függetlenül. Rendeltem a Kolbinak rágótablettát kullancs és bolha ellen, és ezt tegnap rendeltem, tegnap szombat volt, és már akkor kaptam egy visszaigazoló e-mailt, hogy csomagolják. Szóval kíváncsi vagyok, hogy ez mennyi idő alatt fog ideérni, azt mondjuk GL-es automatában rendeltem, de most újra látok fél évig. Én, ahogy említettem, hétköznapokon nem szeretem a szemüveget hordani, azt csak így heti egyszer szoktam egy egész napot, vagy másfél napot, hogy tényleg így pihenjen a szemem, illetve hát este szoktam hordani. És érdekessége a mai napnak, hogy életemben először csináltam kuszkuszt, nagyon-nagyon féltem tőle, nagyon könnyű megcsinálni. Igazából úgy kell, hogy valamennyi vizet felforralsz, tényleg úgy, hogy jól lobogjon, olívaolajjal, sóval, és akkor beleteszel annyi kuszkuszt, hogy éppen hogy ellepje, azonnal le is veszed, tehát hagyod fedő alatt megpuhulni, nem kell kevergetni, vagy egyszer átkevered, de nem kell ott állni fölötte, leveszed a főzőlapról, vagy lángról, bármiről, félrehúzod, és hagyod megpuhulni. Isteni finom, tényleg. Tehát mutatom, hogy nagyon-nagyon szép, nem ragadt össze, és isteni finom, tényleg. Szóval nem is értem, hogy miért nem csináltam előbb. Én mostanában nagyon rá vagyok függve újra a bulgurra és az ilyenekre, úgyhogy nagyon vártam már kipróbálása, a bulgur az elfogyott itthon sajnos. Úgyhogy igen, most kuszkusz lesz a lazacomhoz, és majd valamilyen zöldségköret, de azt is megmutatom. Egyébként dobtam fel egy picikes sminket. Nem szoktam mostanában szempillaspirált használni, azt nagyon-nagyon nem szeretem már. De viszont a bronzosító-pirosító highlighter kombóval imádok játszani, és ezzel a natur... Hát igazából egy szájceruza van rajta, meg egy száj. De nekem nagyon-nagyon tetszenek ezek a natur ajkak, és most meg fogom csinálni a keddi videót, egy picit megpróbálok produktív lenni még így a délelőtt folyamán, mert a délután az szerintem ilyen chilles lesz, és szerintem még délután csinálunk egy sült zakkása receptet. És az lesz jövő héten a reggelim. Úgyhogy igen, majd még ez lesz most. Szerintem egyébként semmit nem hallatok belőlünk, vagy hát belőlem, a Kolbi nem beszél, de lejöttünk így a déli sétájára, és
hát egy olyan dolog történik, ami nem nagyon szokott megtörténni, hogy én most közterületen jelentkezek be. Én ilyenkor nagyon-nagyon szorongok, és az abszolút az én kis ilyen depressziós szorongásomnak nem tesz jót. Ilyenkor mindig körbenézek, hogy ki az, aki néz, meg bámul, de amúgy ez egy viszonylag csendesebb rész, és most úgy voltam bele, hogy ha már egyszer vlogolok nektek vasárnap, akkor leküzdöm a kis akadályaimat, gátjaimat, és van itt egy ilyen félelső kresszpálya. Azért cuppogok ennyit egyébként, mert már sikeresen jól bedurrant a torkom, nagyon-nagyon fáj. Rengeteget iszok rá, mert olyan érzésem van folyamatosan, mint aki akarna száradni. Úgyhogy ezért bocsánat, lehetséges, hogy beteg leszek, és remélem hallottok a szél miatt, de tényleg ez egy ilyen félelső, ilyen régi kresszpálya, és itt szoktunk amúgy sétálni. Szerintem most semmit nem hallotok belőlem. Na, se baj, de itt szoktunk Korbikával sétálni, meg itt a környéken, és nagyon-nagyon szeretjük egyébként, úgyhogy most itt megyünk pár kört. Most pedig meg fogom csinálni a sülcakkását. 200 g ilyen nagyszemű zakkását már ide kimértem, és igazából ennyihez kellett mérnek. Nagyon sok mindennel lehet ízesíteni, sok mindent ki lehet benne cserélni. Ez totálisan rátok van egyébként szabva, hogy ti ezt hogy szeretnétek megcsinálni. Én viszonylag régen készítettem el, úgyhogy ezért vettem most elő a mérleget és a receptet, de opcionális tényleg, hogy ki mivel szeretné csinálni. Én mindent egyébként ízlés szerint szoktam már belerakni. Már az első alkalommal, amikor készítettem, akkor is így csináltam. Kell bele egyébként egy csipet só. Elitritet tettem bele, ilyen cukorhelyettesítőt. Ezt szerintem fél éve vettem egy ilyen zacskóval, még a Lidlben, és azóta ez van itthon. Folyékony édesítőszert is használhattok hozzá, igazából milyen szeretnétek. Elvileg egy teás kanálnyi fahéjét kell bele, de én imádom a fahéjat. Úgyhogy én ezt így, ahogy van, bele öntöttem. Ezt most így szépen össze fogom keverni. Remélem láttátok amúgy, amit csinálok. Kell hozzá egy teás kanálnyi. Egy teás kanálnyi? Azért érdemes nézni a receptet szerintem. Egy teás kanálnyi sütőpor. Ezt úgy szoktam általában, hogy kettő felet rakok bele, és akkor nem tudom elmérni. Lehet bele reszelt mandulát, kókuszreszeléket, fagyasztott gyümölcsöt tenni. Én fagyasztott gyümölcsöt majd a forma tetejére fogok egyébként rakni. Írjam úgy körtét, banán, tehát tényleg amit szeretnétek. Egy tojás kell bele, egy ilyen kisebb méretű. Úgyhogy ez is megvan hozzá. Illetve 2 deci tejet, és ez lesz a kis sültzapkásság alapja. A forma kikenéséhez használtok vajat, kókuszolajat, kókuszsírt, bocsánat. Úgyhogy ez is opcionális, ki mivel szeretné helyettesíteni, vagy egyébként használhatok szilikonformát is, hogyha ügyesek vagytok, akkor meg olyan szépen ki lehet szedni. Én most kókuszsírral fogom majd a kis tepsimet kikenni. A tejet amúgy én mindig adagolni szoktam hozzá, tehát hogy ilyen jó kis masszát kapjak. És majd azt is megmutatom nektek, hogy nem szokványos tepsibe fogom tenni, hanem egy ilyen üvegkúlának a tetejébe, és ennek a közepébe fogok egy ilyen kis kenyérformát formálni, mert hogy szívem vágya egyébként egy rendes szilikonforma, de sehol nem találok olyan, ami tetszene, mivel picit sok lett a tej, ezért én még teszem bele zabbelyhet. Egyébként ez az adag, ez nagyjából 3 napra lesz elég, és az szerintem tök jó. Nyilván lehet növelni, lehet csökkenteni a mennyiségeket, és akkor ugye így tudjátok váltogatni, hogy mennyi időre legyen ez elég.
Valamit meg akartam nézni, hogy a sütőt mennyire kell előmelegíteni. 175 fokra. Én ezt most meg is teszem. Most egy picit fel fogom gyorsítani a felvételt. A pontos receptet azt majd megtaláljátok, nem? Szerintem egyet belinkelek, amit én mindig használok. És ahogy említettem, az enyémnél változtak a mennyiségek, de most kicsit felgyorsítom, és akkor majd mutatom a végeredményt is. Kíváncsi vagyok, hogy hallatszódott, hogy a korbiásított. De mindegy, az a lényeg, hogy én elfelejtettem befejezni ezt a videót, nem vettem fel hozzá elköszönést, úgyhogy ezt most szeretném bepótolni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a vlogot, remélem, hogy tetszett nektek. Ha van bármilyen videóval kapcsolatos kérésetek, azt nyugodtan írjátok meg nekem a kommentben, mert nagyon nagy segítség lenne, én is tudnám, hogy ti miket szeretnétek nézni, látni tőlem itt a csatornán. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, ha megnézted ezt a videót, remélem, hogy találkozunk legközelebb is, és addig is legyen csoda szép napotok. Sziasztok!